Sziasztok, köszöntelek benneteket! A mai napon egy gluténmentes piskóta receptet mutatok be nektek, amihez el fogok készíteni egy hasonlóképpen gluténmentes vaníliás krémet. A felhasznált alapanyagok 6 evőkanálnyi rizsliszt, 5 evőkanálnyi édesítőszer, 1 evőkanálnyi xilites vaníliás cukor, 6 darab tojásnak a sárgája és fehérje része külön választva. Használok egy gluténmentes, illetve mindenféle adaléktól mentes egy csomag vanília ízű pudingport. Ehhez felhasználok 1/2 liter tejet. Hogyha teljesen laktózmentesre szeretnéd csinálni, akkor ugye mivel ez a glutén és laktózmentes puding, ebből adódóan, hogyha lecseréled növényi tejre a sima tejet, akkor már meg is van, hogy glutén és laktózmentes lesz a elkészített finom nasi, illetve egy kevés kis vanília aromát fogok még használni hozzá, valamint laktózmentes habtejszínt. Először állítsuk össze a tésztát. Magának a tésztának az elkészítéséhez fogjunk egy nagyobb tálat. Ebbe a tálba öntsük bele a tojássárgákat, adjuk hozzá az édesítőszerünket, jelen esetben ez nálam eritrit, illetve ezt az 1 evőkanálnyi vaníliás cukrot. Egy kézi habverő segítségével habosítsuk ki, és ha ezzel meg vagyunk, akkor adjuk hozzá adagonként a rizslisztet. Keverjük el alaposan. Így járunk el addig, amíg a teljes lisztmennyiséget fel nem használtuk. Valamint én ilyenkor szoktam hozzáadni még egy ilyen teáskanálnyi szódabikarbonát. Ha nincs neked otthon, akkor használjál nyugodtan hozzá sütőport. Átváltok fakanára, egyébként pedig majd lazítjuk a tojáshabbal, nem kell aggódni, hogy így összeállt. A rizslisztnek ez a tulajdonsága, hogy azért jobban felveszi a nedvességet, mint a sima finom liszt. A tojások fehérjéjét habbá verem, és előkészítettem a tepsit, aminek az alját kibéleltem sütőpapírral, ebbe fogom majd beleönteni a tésztát. A felvert tojás habbal lazítjuk ezt a sárga masszát. Ilyenkor nem számít, hogy összetöröd a habot, majd a további hab hozzáadagolásánál lesz ez lényeges, hogy figyeljünk arra, hogy ne nagyon törjük össze a habot. Most egyelőre csak lazítsuk a tésztát. Miután jól fellazítottuk a tésztát, hozzáadjuk a tojáshabot, és óvatosan, körkörös mozdulatokkal beleforgatjuk. Figyelünk arra, itt már tényleg, hogy a habot azért ne törjük. Az is egy fontos momentum itt, hogy tényleg jól keverjük el a tojás fehérjét és a sárgája részt, mert az nem jó, hogyha sűrűbb és lágyabb tészta keveredik, akkor a sülésnél ez hátrányt fog jelenteni. Megfogom a sütőpapírral bélelt tepsit, és szépen beleöntöm ezt a masszát. És szépen egyenletesen simítsuk el a tésztát, és dobjuk be az előmelegített sütőbe. Nyilván tűpróbáig kell sütni, hogyha esetleg a teteje nagyon barnul, akkor pedig fedjük le alufóliával. A piskóta is készült, úgyhogy egyelőre ezt is hagyom, hogy kihűljön. A piskótát kiemeltem a tepsiből, és leszedem róla az alján lévő sütőpapírt, amint látod, teljesen könnyen lejön. Viszont vissza is fogom ültetni sütőtepsibe,
mert erre fogom majd ráönteni a vaníliás krémet. Felhasználjuk ezt az egy csomag gluténmentes, laktózmentes vanília pudingport. Hozzá fogom önteni a fél liter tejet, de először csak egy keveset. A tejből először csak keveset adok a pudingporhoz, csomómentesre elkeverem. Az édesítőszert hozzáadom, illetve a vanília aromát is. Majd hozzáöntöm a maradék tejet, ugye fél literrel számolunk. És hagyományos módon elkészítjük a pudingot, folyamatos kevergetés mellett hagyjuk, hogy besűrűsödjön. A vanília puding elkészült, szépen besűrűsödött, most hagyjuk, hogy kihűljön, addig pedig elkészítjük a habot hozzá. A vanília krémhez felhasználok még 200 ml habtejszínt és fél tasak habfixálót. Szépen habbá verem, utána félúton hozzáadom ezt a habfixálót, és akkor garantáltan egy tartós habot fogunk kapni, és ha majd kihűlt a gluténmentes, laktózmentes pudingunk, akkor hozzá lehet keverni, hozzá kell tennem, hogy ez is laktózmentes tejszín, tehát meg lehet ezt a sütit úgy csinálni, hogy abszolút glutén és laktózmentes legyen. Ha kihűlt már a vanília puding, akkor a felvert habból hozzá fogunk adni. Azzal jól eldolgozzuk. És utána fogom a kihűlt piskótát, és beborítom ezzel a krémmel. Szintén egyenletesen elosztjuk a tetején, úgy, mint amikor a piskótát beleöntöttem ugye ebbe a sütőformába, akkor is törekedtem arra, hogy egységesen legyen a tésztával mindenhol. És ilyenkor rajtad áll, hogy fogod és jó kis gyümölcsökkel megszorod a tetejét, plusz még akár egy torta zselével bevonod, vagy pedig a megmaradt tejszínhabbal díszíted. Lényeg az, hogyha akármit is találsz ki a tetejére, lezárásképpen, mindenképpen utána egy jó 1-2 órát tedd be a hűtőbe, és azt követően kínáld ezt a jó kis vaníliás sütit. Egyszerű, és ahogy mondtam, vagy gluténmentesen, vagy teljes mértékben glutén és laktózmentesen is el lehet készíteni. Próbáld ki, számolj be kommentben, ha tetszett a recept, tarts velem, hamarosan készülök újabb videóval nektek. Sziasztok!